Hát izgalmas lett a vége, pedig azt hittük a perccel a vége előtt, hogy na, ez tök jó megvan. Hogy éltétek meg az utolsó perceket? Hát mi egy percig se hittük azt, hogy ez megvan, hiszen tudtuk, hogy nagyon fognak harcolni, küzdeni, de mi is tudtuk, hogy egy nagyon fontos két pontot kell itthon tartani. És a végén, amilyen csapatmunkát csináltunk, az egy hatalmas példamutatás szerintem mindenkinek, hogy nagyon együtt voltunk, nagyon fegyelmezettek voltunk, és így sikerült egy góllal nyerni. Azt hiszem az egész csapat meglepetett, hogy Esfelvi Júlcsi napokat hetest a betörésére. Nem tudom, ti hogy láttátok ezt a pályára? Nyilván mi is azért egy kicsit így hevesebbek vagyunk, és mi is elkezdünk ilyenkor kiabálni, még akkor is, hogyha nem szabadna ennyire feszülten így szólni a játékvezetőkhöz. Mi úgy gondoltuk, hogy ez 7 méteres, de nyilván ők fújták a mérkőzést, utána már nem tudunk vele mit csinálni. És egyénileg jól játszottál, a 6. gólod az gyönyörű volt, de ilyenkor számon szoktad tartani, hogy most ez a gól az ilyen volt, ez a gól az ilyen volt, és ez most például bekerülhet a forduló góljai közé is. Én nem szoktam nézni, hiszen minden gól egyet él, úgyhogy mindig az a cél, hogy tényleg gól szülessen. A helyzetekből, ez volt az elején, ugye ki is hagytam én is pár helyzetet, de aztán amikor higgadtak tudtunk maradni és koncentráltak, akkor a helyzetet is be tudtuk lenni, és védekezésben is nagyon agresszívak voltunk. Ugye ezen a mérkőzésen visszatért a csapatba Szucsánszki Zita mondjuk pár perc, és mennyit tudva nektek segíteni, amikor pályán van, illetve amikor onnan a kispadra irányít, mert azt láttuk, hogy nagyon sokszor kiabáltatok. Így van, pályán is nagyon sokat tud most segíteni, hiszen védekezésben így legalább pár ember tud pihenni, hogyha a kettes védőbe bejön. Kívülről is pedig nyilván a rutinjával, meg amivel ő rendelkezik, mindenképpen tud segíteni, nyugtatni minket, és nyilván külső szemmel jobban is látja ott a kispadról, hogy mi hogy zajlik, és akár támadásban, akár védekezésben meg tudja mondani, mi a jó. Szülősi Zácsik Szandra viszont nagyon sokat játszott ma irányítóval. Milyen volt ebben a szerepkörben, hogy érezted? Én úgy gondolom, hogy nagyon jól megoldotta, és ez látszott is a mérkőzésen, hogy biztos nagyon is fáradt, hiszen balátlövőbe, irányítóba kellett játszani, védekezésben is nagyon jó volt. Úgyhogy szerintem a szerepét, amit most kapott ma, azt megoldotta. Reméljük, hogy legközelebb irányítóban is a Zitana is nagyon jól fog teljesíteni. Most így kellett lennie. Úgyhogy, de szerintem mindenki oda tettem a magát, amikor a pályán volt és kellett. Akkor itt a Fradival berobbantál a BL-be, akkor volt egy ilyen szárnyalás itt a sorozatban, és azért mondjuk, hogyha ezt az évet nézzük az első felét, akkor azért hogy van egyfajta visszaesés is onnan, hogy építettem vissza magad, vagy most azért egyértelműen. Volt hullámvölgy is nyilván, ahogy ott elkezdtem, tényleg úgy éreztem, nyilván ez egy nagy impulzus volt, hogy új csapat, új edző, tényleg nagyon sokat kaptam ott az elején mindenkitől. Aztán nyilván persze kiismertek ugye a nagyobb játékosok is ugye itt a BL-ben is, nyilván sokat videóztak, és ott egy kicsit úgy éreztem, hogy egy kicsit én is leültem, hogy nem voltam elég bátor, vagy nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettem volna. Ezt minél hamarabb szeretném pótolni, így magamban vissza, hogy a legjobb legyek, és ilyen meccseken tudom megmutatni is, hogy igenis ugyanolyan jól tudok menni, mint az elején, mikor a Ferencvároshoz jöttem. Ez is jó, hogy sokszor volt korábban cserélt a védekezésben, most például, hogyha nézzük a második videót, akkor azt hiszem végig fennmaradtál hátul, és nyilván az is lehet, hogy most a távolabb jól voltál, de hogyha azt nézzük, hogy a labdarúgás, a védekezés, többször is mutattad, hogy azért itt is igen, nagyon sokat dolgozom azért, hogy védekezésbe se kelljen lecserélni, és helyt tudjak állni ott kettes védekezési pozícióba. Ezen még mindig dolgoznom kell, de úgy gondolom, hogy Gábor megbízik bennem, és kapok annyi lehetőséget, hogy ebbe fejlődjek is, és meg is tudjam mutatni, hogy védekezésben is bent tudok maradni, hiszen azt tudjuk, hogyha támadásban is játszanom kell, akkor a hosszú oldalt nagyon nehéz lenne cserélni.